Elektroszmog terheléseknél egy adott épületben vizsgálni lehet azt is, hogy az épületben hol helyezkedünk el. Tehát ha van egy földszintünk, van egy emeletünk és van egy tetőterünk, akkor ez külön mindegyik másfajta terhelés jelent. Tehát itt vannak az utcák a fákkal, vagy a túlsó oldalon is fákkal, illetve itt vannak mondjuk vezetékoszlopok elektroszmog terheléssel. Tehát ez az elektroszmog terhelés, amit itt láthatunk, ez jut be a belső térbe. Tehát ez próbálja a belső tereket terhelni. A földszinti és az emeleti helyiségeknél egyen jobb a helyzet, hiszen itt vastag falak vannak, lehet, hogy vannak ugyan ablakok, de alapvetően ez egy tömör szerkezet. Viszont a tetőtérnél ott csupán egy fólia van, egy cserép van, egy légrés van, egy kis hőszigetelés van, tehát csupa vékony anyag, csupa könnyű anyag, csupa árnyékolni nem tudó anyag van itt. Tehát egy tetőtéri lakás elektroszmog terhelés közelében, tehát utcai távvezetékoszlopok lehetnek ilyenek, sokkal nagyobb terhelés jelent, sokkal kellemetlenebb helyzet, sokkal kellemetlenebb élettér, mint egy emeleti vagy egy földszinti, ahol vastag falak határolnak el minket ettől a terhelést, és a vastag falak felfognak rengeteg terhelést. Tehát érdemes ilyen szempontból is körülnézni, hogy melyik helyet válasszuk, melyik lenne az, ami nekünk kellemesebb, és elektroszmog szempontjából kedvezőbb. Tehát tetőtér nagyobb terhelésnek lehet kitéve.